Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok! A Call of Duty Blackout minden, amit a PUBG-től akarsz. Jó, egy kicsit túlzó a kijelentés, de hogyha leszűkítem eme véleményt arra, hogy én mit szerettem volna a PUBG-től, hogy legyen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit a Call of Duty Blackout elhozott ide most nekünk, egy Battle Royale képében. Hát nem tudom, azt kell, hogy mondjam, lehet azért sikerült ilyen jól nekik ez a Blackout, mert kb. 2 hónapjuk volt, hogy összedobják, és így leszarták, hogy mi van, na gyerünk gyorsan dobjunk össze egy Battle Royale játékot, és mindenki belenyomta az ötletét, amit gondolt erről jónak, és voilà, kész lett a Blackout, és baszki. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy a kód nyelbeütötte. Ezt most nyelbeütötte. Nem tudok igazán rossz szavakat mondani rá. Jó, látszik, hogy kb. 2-3 hónap alatt dobták össze. Bugok, grafikai elmosódások. Olyan, mint hogyha egy ilyen 4-5 évvel ezelőtti kóddal játszanál. Ott van még egy-két bug, egy-két hiba. De így bitch please, hogyha így indult volna anno a Battle Royale, és nem egy faszom H1Z1, illetve PUBG féle kínlódással, hogy ez a PUBG a H1Z1-hez képest megemelte azért a minőségi szintet egy fokkal, és a világ rá is buzult erre a játékra, ami nem egy rossz játék, csak annyira rámentek a PUBG-nál arra, hogy pénzt sajtoljanak ki az emberekből, ahelyett, hogy egy minőségi játékot csináltak volna. Nem hiába ficereg ott a PUBG-nál jelen pillanatban, hogy fix PUBG. Hát persze, hogy fix PUBG, de nem most kellene, most már késő. Most már itt van egy ilyen játék, mint a Blackout, és tehát potenciális esély van rá, hogy lenyomja a PUBG-t. Nem beszélve arról, hogy a legnagyobb videósok is pozitívan nyilatkoztak erről a játékról. És ez viszont kurva nagy szó. Ha arról van szó, hogy a játékot népszerűsítsünk. Ha olyan videósok, ott videósok, mint mondjuk Driftor, vagy Felszólás azt mondja, hogy ez a játék jó, és jobban szórakozik vele, mint a PUBG-val. Ha olyan Battlefield videósok, mint a Level Cap mondjuk, vagy a Jeff Frex azt mondják erre a játékra, hogy jó, és jobban szórakoztak vele, mint a PUBG, akkor tömeges átvándorlás lesz a PUBG-ról erre játékra. A Fortnite-ot nem hozom fel ebbe a példa, a Fortnite az valahol nagyon eltér a PUBG-től és ettől a játéktól. Viszont azt kell mondjam, hogy a Blackout megütötte azt a középszintet a PUBG és a Fortnite között. Szóval könnyed, azt kell, könnyed, mint a Fortnite, de ugyanakkor taktikus is, mint a PUBG. Nem oly mértékben taktikus, mint a PUBG, de nem oly mértékben könnyed, mint egy arany középút, amit elvársz. Tehát amikor akció van, akkor, hogy is mondjam, amikor találkozol egy ellenféllel, akkor a jobb célzó lő, a jobb célzó fog nyerni, van esélyed megnyerni a csatát, ha hátba lőnek akkor is, tehát a time to kill az megfelelő ebben a játékban. Azt kell, hogy mondjam, úgy vettem észre ezen a pár kör alatt, amit játszottam. Time to kill megfelelő, a pálya megfelelően nagy, hogy taktikázni tud magad, és külön szívmelengető, legalábbis nekem, mint egy volt COD játékosnak, hogy a Call of Duty legjobb, legkedvencebb pályáin játszhatok. Tehát ugye van egy nagy térkép, és azon rányomták a Nuketown-t, rányomták a Hydroidok, a Fire Range, tehát minden COD Treyarch pályát, ami anno volt a kodokban, oda benyomták, és hát kurva jó élmény. Kurva jó élmény. Szóval most el lehet várni tőle valami rosszat mondjak erről a játékra. Nagyon bagos, és hát őszinte még azt sem vettem észre nagyon, hogy a hitbox mellé ütne. A mozgás olyan sima. Figyeljétek csak meg a PUBG, a már javított PUBG, és a COD közötti mozgás különbsége. És tehát jó, elvárható, ott az Activision sokkal több pénz, egy sokkal jobb, egy erre termett motorral rendelkeznek, hogyha arról van szó. De viszont a PUBG-nál ugye ott volt a tapasztalat előnye.
Most már lassan a PUBG két éves talán, nem tudom, írjátok meg. 2 évük volt rá, hogy azt a tetves Unreal Engine-t, ami nem egy gyenge engine, hogy őszinte legyek, shooterekre, 2 évük volt rá, hogy a képkockákat úgy belőjék, hogyha 150 FPS-t ír ki nekem ott fönt a sarokba, akkor úgy is érezzem magam. Ugye a blackoutot korlátozták 60-ra, de simábbnak érzem a mozgást, a lövés, mindent, ugye, mint a PUBG-t 150 FPS-en. Tehát röhelyes, 2 évük volt rá, hogy azt a játékot kijavítsák, és csak most jutottak el odáig, most nemrég jutottak el ugye odáig. Ó, igen, oké, észrevettük, tudjuk, hogy panaszkodtok a játékra, most már tényleg elkezdtük megjavítani, és azt láttam is, hogy havonta lejön egy 10 gigás patch, de mikor visszamegyek néha-néha játszani a PUBG-val, így hát mi is változott tulajdonképpen, mert még mindig ugyanolyan laggosnak érzem az egészet, érzek valami változást, de hasra nem esem. És erre ugye itt van, bejött a blackout, és így bim, nyelbeütött valamit, ez lett volna az, amit elvártam volna a PUBG-tól egy rövid időn belül a megjelenés után. Ne arról lett volna, hogy lootboxokat nyomnak be a játékba, hogy játékosok vásároljanak, hanem az lett volna, hogy annyira jól belövik az optimalizációt, hogy legalább olyannak érezzem, mint hogyha tényleg egy becsületes Unreal Engine-nel játszom, egyszerűen nem ezzel a furcsasággal. Már bocs, hogy ennyire rendelek erről. Szóval, ja, Blackout jó. A COD Black Ops 4, mint multiplayer, jó. Idén a COD nyelbeütötte a játékot, azt kell, hogy mondjam. Nincs single player, amiatt nagyon húzom még a fogam. Tehát az egy nagyon, azért túl drága a játék ahhoz, hogy ne legyen benne az a tetves single player, és helyette kapjunk-e Battle Royale módot. Mindenki Battle Royale csinál ebben a világban, de tény és való, hogy nem számítottam arra, hogy ez ennyire jó lesz. Én nem vagyok egy nagy Battle Royale fan, sőt, kurvára nem vagyok Battle Royale fan. De ez meglepett. Ezt élveztem. Tehát vissza akartam menni játszani vele. Úgyhogy, ja, multiplayer terén nyélbeütötték, Battle Royale terén számomra, aki nem egy Battle Royale fan, és csak ilyen casual játékos vagyok, számomra nyelbeütötték, azt kell, hogy mondjam, egy jó balansz az egyszerűség és a taktikusság között. A menürendszeren meg majd úgyis át fogják alakítani, ez teljesen mindegy. És természetesen, srácok, még van egy nagy versenyző a képbe, és ugye ott az a Battlefield lesz. És meglátjuk, hogy milyen lesz a Battlefieldnek a Firestorm Battle Royale nevű játéka, mert ha a COD így folytatja, akkor ha erre a nagy videósok ráizgulnak, akkor itt nagy váltás lesz, hatalmas váltás lesz ebben az egész. A PUBG playerek úgy átvándorolnak Call of Duty-ra, hogy öröm lesz nézni, mert nagyon nyélbeütött. Hogyha most így nem cseszik el, ami lesz hülye lootboxokkal, meg anyám kínjával, ha nem cseszik szét ezt a játékot, sőt, hogyha még lesznek annyira bátrak, hogy különálló játékot csinálnak belőle, és úgy adják el egy 15-20 eurójé, akkor itt hatalmas népvándorlás lesz PUBG-ről Call of Duty felé. Szóval, yep, így állok, megvan, potenciálisan megvan az esélye annak, hogy a COD viszi a PUBG játékosokat. Én ezt itt most így látom. És ha a PUBG nem szedi össze magát, és nagyon gyorsan kinyomják azt, amit akarnak, javításokat a játékból, akkor az Activision azzal a hatalmas pénzmennyiséggel és erőforrás mennyiséggel, ami van a háta mögött, nagyon durran fel tudják turbózni a Blackoutot, hogy a világ egyik legsikeresebb játéka legyen. És megvan rá a tapasztalatuk, mert már egyszer jártak a csúcson, és tudják, hogy kell oda menni. Úgyhogy azért össze kell, vagyis mondjam, kapniuk magukat a PUBG-nál, mert hát, ja.
Na mindegy. A Fortnite-nak például ebben a szempontból nem hiszem, hogy nagyon kell féltenie a státuszát, mivel az kilóg így ebből a szempontból a sorból. De még ott van a nagy játékos, a Battlefield 5. Nek a Battle Royale változata, és meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, de őszinteszek veletek, nem látok annyi reményt benne, mint amennyit most itt ebbe a Call of Duty Blackout-ba. Srácok, ha egyetértetek velem, akkor like a videóra, ha nem, akkor dislike a videóra, iratkozzatok föl. Hatalmas kísértést érzek arra, hogy megvegyem a Call of Duty Black Ops 4-et, pedig nem kéne, nem kéne. Beszéljetek le róla, hogy megvegyem a Call of Duty Black Ops 4-et, hozzatok föl sok-sok ellenérvet, beszéljetek le arról, hogy megvegyem ezt a játékot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!